Íne mentem a válságba fél pénzzel. Tyúkot vettem a válságba fél pénzzel. Tyúkom mondja kisrák, hogy kár, kicsi, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzed. Láthatóan igencsak jó volt a hangulat április 8-án a Kultúrházban megtartott húsvéti családi délelőttön. A rendezvényen a Sokszínvilág zenekar interaktív koncertjét tekintették meg a családok, kicsik és nagyok egyaránt. A Kodály Filharmonikus Zenekarban játszunk mindannyian, és az együttesünk négy tagú jelenleg, én fuvalázom, Jánberi Zsuzsanna hegedül, Jene Janita Brácsán játszik, és Paradi László csellón. Van egy olyan formációnk is, amikor ezeket a dalokat egy kis fafúvós együttessel játsszuk el. A célunk az lenne, hogy minél szélesebb skálában a gyerekek elő tudjunk állni, és minden hangszert meg tudjunk mutatni előbb-utóbb. Igyekszünk azokat a dalokat feldolgozni, amiket ők tanulnak. Tehát ezek a dalok az óvodai és a népi ünnepkörnek a dalai tulajdonképpen, és ezekkel nap mint nap találkoznak az óvodában. Ezeket ismételjük el ezeken a koncerteken, illetve egy klasszikus feldolgozásban tárjuk eléjük. Ez egy tavaszi húsvétváró koncert lett volna, szerintem ezeket a dalokat próbáltuk összeállítani, amikkel a tavaszt, a húsvétot várjuk. A célunk igazából az, hogy az óvodákba jussunk el, hogy minél több gyerek elé állhassunk, mert nem minden család engedheti meg magának azt, hogy egy adott esetben egy nagyobb szabású kis koncertre eljuthasson. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy így ebben a formációban elmenjünk az óvodákba, és a hangszereiket bemutassuk. Ezzel sarkalva őket a hangszertanulásra, illetve hát a komoly zene szeretetére. Feldolgozásunkban, hallgassátok még meg, jó? Egy kicsikét sokat esik most az eső, úgyhogy mi is még ezzel mint a Duna hosszabb, még annál is hosszabb.
szimfonikus zenekari koncerten, ahol sok, sok hangszert láttatok. Nem voltatok még. Hát lehet, hogy majd akkor lassan el kell kezdeni ilyen koncertekre látogatni, mert ezek a hangszerek például mind-mind megtalálhatók egy ilyen nagy szimfonikus zenekarban. Mi is egy ilyen zenekarból jöttünk. Felismerje valaki ezt a hangszert? Hegedű. Hegedű, bizony. Zsuzsi, beszélj egy kicsit a hegedűről. Akkor nézzük meg egy picit. Kezdjük például itt, hogy mire hasonlít ez a része, hogy csigabiga. Így van, csigabigára, és így is hívjuk, hogy ez a hegedűnek a csigája. Ezek a kulcsai, itt tudjuk hangolni a, mik ezek, a húrokat, így van, amit pedig mivel szólaltatunk meg, azt tudja valaki? A vonóval, hát ügyesek vagytok nagyon. És vajon miért készül ez a vonó? Fából, így van egy fa pálca, nagyon ügyes vagy, ez az egyik része, és a másik, ez a fehér. Azt tudjátok? Lószer. Nagyon ügyes. Igen, igen. Akkor meg is mutatom, hogy hogy zengeti meg a húr. De ugye pengetni is tudjuk ezt a húrt, ahogy hallottátok az előbb. Ugye? Aztán itt van ez az F-lyuk, ezt úgy hívjuk, hogy F-lyuk. Ugye ott tud a hang kijönni a hangszerből, és hát van neki fedőlapja, illetve háta, ez a hegedűnek a háta. Ott ugye látjuk, hogy milyen szép anyagból, miből készül maga a hegedű, az is fából. Így van. A hegedűnek a nővérkéje, vagy ha úgy tetszik bátyja, a nagy testvére, a brácsa. Nézzétek meg, vagy mély hegedű. Hallgassátok meg a hangját. Biztosan hallja mindenki, hogy jóval mélyebb a hangja, mint a hegedű. Mindenki hallotta? És ismeritek-e azt a nagy hangszert, aki egy lábon áll? Hát ő nem a nagy bőgő, hanem ő a cselló, vagy más néven gordonka. A csellónak a legnagyobb, a nagy testvére a nagy bőgő, vagy gordon. Hát ő sajnos olyan nagy hangszerű, hogy nem tudok a munka lehozni, úgyhogy ezért majd el kell jönnetek a koncertre egyszer. Léci, megszólaltak? Mindannyian vonós hangszerek, fából készültek, azt biztosan látjátok. Egy kapuktojás van most itt, őt felismeritek-e? Milyen hangszer? Nem tudja, hanem a fuvola, bizony, jól hallottátok. A fuvola is régen fából készült, de manapság már fémből, illetve nemes fémekből készítik. Hangja van, majd még sokat fogok rajta játszani. Nekem pedig és ő fából készül, ez az óriási nagy különbség. Na, énekeljük el ezt a dalt, jó? Közösen. Ez a kezdő hang rajta, nyuszil a fűben, tűben.
nem is ugorhatsz. Nyuszi-ho, nyuszi-ho, már is egyet elkapod. Na, ismeritek-e azt a mondókát, hogy etette, tetette, cukorka pirít? Hát a szuper vagy. De figyelj! Etette, tetette, cukorka pirít, ábe, bábe, dominé, csiszi, á, csiszi, bé, csiszi, csoszi, komponé. Na most figyelj, állj fel, és azt szeretném, nálam nincsen semmi ritmus hangszer, hogyha az egyenletes mérőjét szólaltatnátok meg. Figyelj! Etete, fekete, cukota, fé, ábe, bábe, dominé, piszi, á, piszi, bé, piszi, csoszi, komponé. Nagyon ügyes, nagyon jó kis zenekarunk lesz. Figyelj, aki egy kicsit ügyesebb, az bonyolíthatja. Hahó, figyelj! Etete, fekete, cukota, fé, ábe, bábe, dominé, piszi, á, piszi, bé, piszi, csoszi, komponé. Oké, az egyik fele azt fogja tapsolni, illetve ütni, hogy egyenletes mérő. Eszi, ekete, fekete, cukota, fé, ábe, bábe, dominé, piszi, á, piszi, bé, piszi, csoszi, komponé. Szuper! Antanténusz, figyelj, mehet. Antanténusz. Tó, rakka, télusz, tó, rakka, tiki, takka, alla, bala, bim, bam, busz. Akinek nem megy ez a sűrű nyolcad, az lehet az egyenletes mérő, jó? Na még egyszer, ahó, figyelj, rajta, antan, télusz, tó, rakka, télusz, tó, rakka, tiki, takka, alla, bala, bim, bam, busz. Jó. Ismertek azt a dalt, hogy egy boszorka van? Azt szerintem mindenki ismeri. Na akkor az egy boszorka van, ahhoz... Figyelj, kiszenekar, mindenki figyel! Az egy boszorka van, fogjuk énekelni ezt a dalt, és ehhez fogunk egy kis kísérletet, ritmus kísérletet adni. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik fosztort varni meg, a harmadik ül a padon, a tudáját újja nagyon, de szép hangja van. Danna, danna, dan. Nagyon ügyesek vagytok. Van esetleg... Én elmentem a vásárba fél-pénzzel, kakast vettem a vásárba fél-pénzzel. Kakas mondja kukurikú, tyúkom mondja kikrákot, bár kicsom éves tyúkom, mégis van egy fél pénz. Libát veszünk majd ki, én elmentem a vásárba fél pénz. Libát! Libát vettem a vásárba fél pénzzel. Libán mondja gigágá, kakas mondja kukurikú, tyúkom mondja kikrákot, bár kicsom édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Tovább! Én elmentem a vásárba fél pénzem. Disznót, disznót vettem a vásárba fél pénzem. Disznó mondja röp, 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 libán mondja kiká. Kakas! Kakas mondja kukurikú, tyúkom mondja kikrákot, bár kicsom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzem. Lovat vettem a vásárba fél pénzem. Lovam mondja nyitha, disznó, disznó mondja röp, libán, libán mondja ki, kakas, kakas mondja, tyúk, tyúkom mondja ki, rákot, bár kicsom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Még megyünk tovább. Mentem a vásárba fél pénzem. Halat! Halat vettem a vásárba fél pénzem. Halam mondja... Lovam! Lovam mondja nyitha, disznó! Disznó mondja röp, röp. Liba! Libám mondja kigá! Kakas! Kakas mondja, tyúkom, tyúkom mondja kikrákot,
Várjuk itt a védes tyúkon, mégis van egy fél pénzem. Híre mentem a vásárba, és tehenet veszünk. Tehenet veszek a vásárba, fél pénzem. Tehén mondja, mú, halam, halam mondja, lovam. Lovam mondja, nyitha, disznó, disznó mondja, röp, 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 liba, fakas, fakas, kukuri, tyú, tyúkom mondja, kislákot, várj, kityom, édes tyúkom, elfogyott a fél pénzem. Nagyon ügyesek vagytok. Az interaktív koncert után kézműves foglalkozásra is lehetőségük nyílt az apróságoknak. Nagy Ildikó Gabriellával, képzőművésszel és Futkai Grétával, a Népi Játszóház vezetőjével.